Vietnám üdv a csatornán, Keeper jelentkezik a következő Seven Days to Die résszel. Igen. Marha gyorsan jönnek a részek egymás után, mert rá vagyok függve a játékra. Gondolom, akik szeretik a sorozatot, azok örülnek ennek, akik meg annyira nem olyan sűrűn nézik, azok meg majd bepótolják. Na, csapjuk neki, gyerekek, nagyon sok tippet, trükköt írtatok, például, hogy ne telepedjél le a sivatagba, mert a hőgutát fogsz kapni, úgyhogy erre valamilyen szinten rá kell mennünk, tehát kalapot kell csinálni, ilyesmi, meg még mit kellene dolgot csinálni. Ja, még jobban rá kell menni a kajára, legyen minél több kaja pia, nehogy az legyen, hogy éhen szomjan fogunk veszni. Meg kellene csinálni a küldetéseket, azt is írtátok, mert kapok, azt Nigruska írta szerintem pont, kapok 4 darab skill pontot azért, hogyha 5 darab skill pontot, ha végigcsinálom azt, letelepedés dolog lenne még, ami fontos lenne. Ebben a részben ezeket próbáljuk megcsinálni. Először szerintem, ja meg itten közben annyi van, ja itt a várjátok, sül a vizem, már meg is van, lekapcsoljuk. Oké, ide kajákat ugye szépen végig sorokoztatjuk, van itt kávé, minden, nagyon jó. Alapanyag egyelőre nem kell, nincsen valami olyan, ami kell? Alapanyag egyelőre nem kell, jó. Oké, ami nem kell, azt most így nem viszem magammal, ezt viszem magammal, mert szeretném majd megtölteni vízzel, oké. Mi az, hogy viszem magammal? Ja, el kellene menni, lutolgatni egyet. Ja, meg arra gondoltam, ha már egyszer van egy gépfegyverünk, amiben van lőszerünk, akkor csináljuk azt, hogy az legyen így az első el. És ha valaki ránk ront, akkor például egy kutya, akkor le tudnám nyakni, nem az lenne, hogy megdöglök, mint a szar, mint ezelőtt, ugye? Oké, akkor menjünk ki, lutoljunk, szedjünk dolgokat, például kellene kő is nekem. Zár volna az ajtó? Meg sem néztem, mi van ott benne még mindig, gyerekek. Lehet, hogy az éjszaka kibontom, lesz egy kis elfoglaltságunk. Menjünk valahol ki, ott tudok kimenni. Úgyhogy az lehet, hogy az fog történni. Elmegyek gyűjtögetni egy kicsit, lutolgatni, ilyesmit. Ja, várjátok, ezt a küldetést is jó lenne csinálni. A sírszart csináljuk. Várjátok. Gyűjtök. Mennyi kövem van? Mert kő az mindig... Nincs kövem. Nincs kövem, meg fám sem nagyon van. Mindig elhasználom. Nem fám az van, kövem nincsen. Nincs valami szétverhető kő itt? Azért jó lenne kicsit biztonságosabb dolgokra törekedni. Na! Követ! Gyűjtünk követ. Oké. Okay. Legyen bőven. Ugye ez kell a izai, ez is nyilvessző az is. Meg még ki tudja még miért nem. Mit akarok? Ja, megjavítani ezt a fegyót. Oké, okay, és utána éjszaka megcsináljuk a izét. Megcsináljuk a küldetéseket, elosztjuk a skill pontunkat, kibontjuk azt a szart, azt az ajtót, megnézzük mi van mögött, tehát lehet, hogy semmi, de azért egyefele. Nem tudom, hogy milyen skill pontokra rakja ki, írtok ezt azt, hogy erre rakja, arra rakja a képet. De igazán nagyon konkrét dolgot nem nagyon javasoltatok. 20 óra 50 van, 10 órától elvileg 4 óráig futtak a zombik, tehát addig azért meg kéne húznunk magunkat valamilyen szinten. Mennyi köven van? 47, tehát nagyon lassan bányásszal még ugye. Ja, valamilyen szinten meg kéne húzni magunkat. Éjszaka. Nézzük, mi az, ami esetleg kell, hát az mi az? Small stone. Nincs itt valami... Amit... Jó, egy csomó minden, ja, egy hú, rengeteg dolog kell, gyerekek. Valami, gyűjtsük minden. Éjszaka ugye annyira nem fogok tudni gyűjtögetni, aztán akkor inkább a kraftolás művészetére fogunk ráállni. Kicsit átnézzük a dolgokat, mit érdemes kraftolni, mit érdemes csinálni, meg földerítjük a telepet, valamint így elnézzük a távolba, hogy hol érdemes lenne letelepedni. Valaki mondta, írta, hogy van egy kanyon itt a közelbe tőlem még egy éjszakra. És hogy az érdekes. Ott. Annyit mondott, tök jó, mert nem spoiler ezt a szét, hanem ott van érdekes dolog, megnézhetnéd. De hát egyébként itt van mindenhol érdekes dolog. Úgyhogy az a gond, egy szál se. Jó, füvet is gyűjtök, mert az is kell, hát elszívjuk maximum. Jó, 21.04. Lehet, hogy kinyissam azt a hátsó ajtót. Gyerek, az ajtó, ez volt. Ki tudok jönni?
Jó, várja. Mintha zombi hangot hallottam volna. Ja, meg mondtátok, hogy ide googoljak le, aztán akkor... inkább nem vesznek észre. Úgyhogy ez egy jó dolog. Jó van, ezután akkor majd... Mármint úgy le tudok googolni, nem vesznek észre, kevésbé vesznek észre. Plusz még, hogyha úgy támadok meg bárkit is, akkor ilyen dimis bónusz kapok, tudjátok, hogy nem is tudom, melyik játékban van. Ami szinte erre van kihegyezve. Ja, Skyrimbe például, ugye. Jó, elfáradt a karakterem, kicsit várunk. 21-14, jó. Fölmegyünk a tetőre, utána úgyis kraftolunk, meg ezt megcsinálunk egy-két dolgot. És itt regenerálódjunk, most nem akarok inni meg semmi. Szeretném betörni, megnézzük, mi van itt, nem? Gyerekek. Egyébként, ja, tudnék, kéne kraftolnom fákját, és azt hiszem tudok fák. Ja nem, hát csináltam fákját, már ugye vagy. Szóval is pakoltad. Tönkrement ez a bolta. Tudom módosítani mivel? Na várjál már. Majd ezeket meg kell nézni, csak el ne felejtsed, Keeper. Módosítás. Éjszaka ilyenekre... Ne, hogyha majd bázist építünk, jó lesz, mert éjszaka tudunk bázist építeni, nappal meg kalandozni, lootolni. Oppa, bazze. Jó, hát ezt nem várjuk szó, gyerekek. Egy gun save van. Jó, hát ezt nem kell szétvernünk egyelőre. Jó, megyek fel a tetőre. Na nézzünk körül például, hogy hol lenne... Azt hiszem éjszakra mondta a csávó. Ott az a nagy hegy, azt amúgy is megnézném én magamnak. Fú, mi van még itt? Ott van egy híd. Ott egy ház. Azt ugye voltunk. Hát erre van egy nagyobb város. A várostól egyelőre tartok. Lehet, hogy megindulunk éjszaknak, jó? Elmegyünk egy kapásból éjszaknak, körülnézzünk, de előtte akkor csináljuk meg a küldetést, kicsit fejlődjünk föl. Lehet, nézzük meg, mi van, ami nekem esetleg kell, lehet, tök jó, hogy rendben lehet, sorba lehet rakni. Ami nekem kell, hát innen gyorsan. Ez a baj, itt nem lehet, de itt is lehet scrappelni, de tuti. És ez hol rakja? Ilyenkor. Jól semmi. És itt szkreppelem. Ja, ide rakta be. Jó, ami nem kell, azt adjuk, ugye megint. Bőrből mit lehet csinálni? Ja, meg kellene csinálnom magamnak egy szalmakalapot, hogyha meleg lesz. Receptek. Tök jó, hogy így meg lehet nézni. Festő ecsetet lehet. Szalmakalap. Várja, az valami hat, ugye? Csináljunk egy szalmakalapot, elvileg ez le fogja redukálni a meleg. Olyan ruházatokat kellene csinálnom, ami így meleg védelem, látod-e? Mi az, hogy módosítani? A kozmetika, azt a betyár. Jó, oké. Okay. Akkor ezt fölveszünk, oké. Okay. Nézzük még, milyen ruhát lehetne csinálni. Milyen ruhát tudnék csinálni. Ezt kitöröljük. Hol van olyan, hogy ruha vagy valami csoda? Nincs olyan? Hát de így van. Bandana. Az a baj, hogy még nem írja egyáltalán, hogy mire jó. Kotra fragmentből lehetne. Hát lehet, hogy az használna, nem? Csináljunk egy glovest is. Igazából ami nincs. Csizmát. Ilyen ledőrizőt. Lehet csinálni ilyen leather cuccot. 13-20 darab kell, ja sok kell hozzá. Jó, lehet ilyen leather armort csinálni. Na, nézzük meg, amiket csináltuk, az mit csinálunk? Ja, ez véd valamennyit a jelen. És a bandanát azt megcsináltam? Nem csináltam meg a bandanát? Jó, akkor kraftoljuk le azt is. Mindjárt 10 óra egyébként, lehet, hogy Google-ba csinálom a dolgokat. A bandana az mit csinál? Cold resist. Hát gondolom fölfele nem, lehet, hogy nem jó, hogyha fölfele nyomja. Mindegy. De ennek például védelem az nulla. Nem szokott lenni. Nézzük meg a karakterünket.
Nincs olyan, hogy mit tudom, Code Resist vagy akármicsoda. Egyszer meghaltom. Zombi kill. Kilométer. Jó. Biztos. Biztos jó lesz nekünk. Akkor, amit mit akartunk még csinálni. Kaja, fia, mennyi van? Kaja van, pia van. Ugye? Igazából akkor mondhatni, hogy nekivághatnánk a nagyvilágnak. Igen, és éjszaka. Nem érne. Jó, ez nem kell bandonát, akkor nem viszem, mert mit tudom én. És nem tudom, hogy az hogy viszonyul a Cold Resist. Hogyha van plusz meg minusz, akkor... Ami van a Cold Resist is, hideg ellenállás, meg van a meleg ellenállás, és az egyik nagyobb, mint a másik, akkor az arányban van a kettő egymással, tehát vagy pedig mindig a nagyobb, vagy mindig hat, például meleg ellen is véd a bandona, és nem fog engem melegíteni, erre gondolok. Ez nem tudom, hogy van. Jó, akkor. Hát, éjszaka neki indulni a nagyvilágnak, nem tudom, mennyire lesz jó ötlet. Meg az a gond, hogy oké, hogy ezzel leszelem a zombit, de meghal mindenki, ugye? Várjátok, mennyi izőm van? Ja, meg kellene csinálni a küldetéseket, álljál meg. Hát akkor ma kraftolni kell ilyet. Ugye? Le kell rakni ilyet. Oké, okay. És fel kell upgrade-elni ilyet. Ja, nem szétverni, bazd. Jó. Kell kraftolni egy campfire-t. Jó, van, gyorsan végigcsináljuk ezt, ezt is érdemes. Oké. Okay. Hoppá, és vizé... Aha, ez érdekes. Aha, megmutatja, hogy hol van egy trader. Hát az az érdekes, hogy ott is egy trader, de akkor elvileg van még egy közelebb is, tök jó. Na, de viszont elvileg azt mondta Nigruska itt talán, hogy igen, 5 darab elkölthető pontom le. Na, gyereke! Most, akkor az a lényeg, hogy vannak ilyen attribútorok, amik ugye ezeket így tudod fejleszteni, ilyen fő attribútorok, mint például az erő, és ezekből következő ilyen, minek nevezzem ezeket, perkek vannak. De viszont azt hiszem, hogy bizonyos számú attribútornak meg kell lennie ahhoz, hogy egy bizonyos perket fejleszt. Például ahhoz, hogy a Beat Drinker meglegyen, de most így nem mutatja, de mindegy. Jó, nézzük meg, mit érdemes. Észlelés, ez mi az a detail? Minden együtt meg kell nézni, ugye? Puskával nagyobb sebzés. Nincs valami íjászatra, hogy rámennék az íjászatra egyelőre, vagy mire menjek? Vagy nézzük az erőnél, mi van. Skull Crusher. Iron, fellokolok ezzel egy ilyen kalapácsot, Iron kalapácsot, de hát az Iron kalapácshoz mi kellene? Ezt meg kéne nézni, mert hogyha például ilyen crafting valami kell ilyen P-ből, akkor hiába. Nézzük azt a Iron kalapács, az hol van? Iron. Így van egy csomó. Ez. De mi kell hozzá? Meg kell tanulni. Ja, hát nem olyan egyszerű ezt megtanulni. Úgy látom, kell hozzá ugye ez, meg kell ez is. De azt meg nem is írja, hogy milyen alapanyagok kellenek hozzá. De. Hát na, például ugye ezt hiába is tanulnám meg. Mert még, vagyis hiába szabadítanám fel azt a perket, még nem lenne nagy értelme, mert nem tudom lecraftolni. Ez mit csinál? Csökkenti a izét, staminát. És a poweratokat megnöveli, ez jó. Ez jó. Heavy Armor, többet tud cipelni, az is jó. Ez mi? Aha. Nézzük, még mi van? Fú, basszus, itt rengeteg van, jó? Megnézem gyorsan. Treasure Hunter.
Igen, ezt meg izé, könnyebben megtalálod a treasure-öket. Jó. Basszus, van egy csomó. Bocs, meg vagyok fázva egyébként. Nézzük, a túlélés lenne rossz. Cardio. Na, ez mit ad? Stamina reg. Sprintelés közben. Stamina reget ad. Az nem rossz, mondjuk. Hoppá, hoppá, jobban bírja izvét, figyeld. Jobban bírja a hőt. Na, ez nekem pont jól jött. A következő, meg csak akkor tudom, hogyha ugye ez már négyes szinten van, tehát ez még odébb lesz egy kicsit. Jó, ez nekem kellett, ez kellett. Oké? Okay? Machine Gunner nem kell. Na, itt vannak izvék. Ó, oh, Archery. Bowman. Jobban volt tudok csinálni. Gyorsabban tudok célozni. És Wooden Bow és Iron Crossbow Craftingot unlockolom ezzel. Jó, rámegyek gyerekek, jobb bow-ot tudok csinálni, nekem az kell. Fú, ez most ilyen tök ilyen intuíció, megpróbálok saját magam rájönni, hogy mit érdemes csinálnom. Ezt lehet, hogy tök hülyeségeket csinálok, ugye? Hú, ez mi? Ezek mik? Nézzük tovább. Mi van még? Három pontom. Nincsen még olyan, ami izére hat? Ilyen archery-re? Ilyen íjászat téma? Az még jó lenne. Mert akkor azt még esetleg föl tud... Hoppa! Ez mi? Ez nem az! Jó, az archery-t raktuk. Mi van, hogyha agility-t tövelek? Ah, ízű, bóval nagyobb sebzés. Adjunk egyet rá. És következő? Ugyanaz. Már csak kettő pontom van, ugye? Archery-t. Archery-t az csak a hármas agility-t tudnék nevelni. Hármas bow-ot tudnék csinálni. Tehát hármas agility-n meg tudnám csinálni. Egy pontba kerül. És akkor tudok csinálni még jobb. Ez az. Oké. Okay. És akkor tudok hármas bow-ot csinálni. És 20%-kal nagyobb sebzést tudok bevinni bow-val. Jó, oké. Okay. Hát akkor csináljuk is egy izét. Csináljuk is egy bow-ot. De várja valami wooden bow. Nekem elérhető most, nem? Ezt meg föl... Így van-e? Bazd meg, mi a franc? Ez kell egy csomó cucc. De mondjuk nem annyira elérhetetlenek. Ragasztó, duct tape-et azt nem tudom, azt szerintem csak lootolni lehet, gondolom. Már nem biztos, lehet, hogy ragasztóból, meg pedig ilyen bandásból lehet. Nem tudom. Iron Crossbow. Jó, a primitive bow-t is jobban, ugye jobban tudok csinálni, craftoljunk egyet. Elvileg hármas szintűt. Nem tudom, mondjuk hármas szint, itt most már nem ilyen százas szintig van szerintem a szint, mert már egy sárga. Lehet, hogy ízeig van. Az jó nekünk gyerekek. Fiam, szeretek bow-olgatni. Nézzünk körül, nincsen valami ellenféle. Talán jobban is lő, ugye? Nincs senki? Itt ott van egy izé, ott egy csávó. Kettő csávó. Ez nem nagyon ment el addig. 3,5-szörös bónusz. Hoppa hoppa, ez jó volt. Oda csettintettük neki egyet. Az a baj, annyira nem tudom felmérni, hogy meddig megy el a nyílvesző. Főleg mondom neki is ezek a hülyék. Jó, hagyjuk, nem lövöldözünk itt. De, ja, hogyha hide-olva vagyok, akkor ilyen bónuszt kapok rá. Ez jó dolog. Mennyi idő van? 23-45? 4 óra múlva már.
meg is oldódik a dolog. Jó, akkor mit akartunk még csinálni? Nézzük. A hőre menni rá, ugye? Küldetőszkillek megvannak, kaja van, pia van. Hát akkor már nincs olyan más hátra, mint letelepedés. Jó, ez nem lesz egyszerű. Tényleg arra gondoltam, hogy én nekiállok. Nekiállok, elindulok. Három. Hát, gyerekek! Nem lesz egyszerű. Mennyi íző van nyilvessző? Kéne csinálnom nyilvesszőt. Kéne csinálnom nyilvesszőt. Várj, hogy volt valami íző, volt valami nyílhegyem, nem? Hogy ezt álmodtam? Á, nem, 20 darab. Álmodtam, elkezdi a ilyen. Jó, tudok csinálni akkor ilyen ízeit is. Ilyen, arról. Iron Arrow, ott van, oda nézzé. Tól kell hozzá, ez van minden. 20 darabot. Azért az, ez szerintem biztos nagyobbat sevez, meg gondolom ki is írja, hogy nagyobbat sevez. Jó. Stone Arrow-ból még tudok csinálni 25-öt. Ezt még lekraftoljuk. Jó, azt lekraftoljuk. Ez még egy perc. És akkor nekiállunk. Csapatjuk, gyerekek. Mondtátok, farmoljak zombit XP-ért. Úgyhogy, most akkor azt csinálom egyelőre addig. Hát nagyon messze vannak ezzel így. Ezzel így esélytelen eltalálni. Nem is látok el addig, bazd. Állj meg! Ja, amire izé, amire ellövöm, odaér a nyilalra, elkezd menni másik irányba. Na. Megvan az áll. Hogy kell ezért fegylőszert váltani? Arra jó lenne rájönni. Ups, na jó, mindegy. Legalább nem használtam el az összes. Te hogy kell lőszert használni? Scrap, meg drop, meg mit tudom én. Hát ez most... nem tudom. Jó, hát ezt nem tudom, de legalább van. Jó, van, oké, ugye vagyok. Kicsit izgulok, megmondom őszinte már így előre, hogy én neki fogok vágni éjszaka így a nagyvilágnak, de hát muszáj lesz valamit alkotnunk. Legyen a gépfegyver elől. Van belőle 35 lőszerem, ezzel azért össze tudom kapni itt magamat, hogyha nagyon szarba vagyok. Azért jó sötét van az épületekben. Jó, hát most a dőcit ezt megpróbáljuk. Muszáj lesz, gyerekek. Az a, aki nem annyira ismeri a játékot, mert láttam, olyan is kezdte nézni. Például Zoltán. Mondta, hogy nem ismeri a játékot, de tetszik neki, azt elkezdi nézni. Ugye az a baj, éjszaka. Nincs több zombi. Hanem ezek futnak, mint az őrült, és bőven lesprintelnek. Hoppá, szovjasok vagyunk. Jó. Ezt a levest akartam egyébként megírni. Most ezt hol először? Ezt a levest akartam megírni, meginni. Mert ugye az kaját is ad meg. Jó, és akkor húzókorunk, gyerekek. Gépfegyver előkészítve, hogyha véletlen valaki ránk ront, akkor instant le tudjam darálni. De ugye ezzel az a legnagyobb probléma, hogy baromi nagy hangja van, úgyhogy ez nem tudom, hogy mennyire lesz jó. Gondolom az összes zombi rám fog futni. De legalább van esélyem. Az első támadásokat visszaverni. Jó, arra észak fele orientálódok, kicsit arra is, amerre mutatja a tradert. Ugye a tradernél lehet elvileg új küldetéseket felvenni. Hogyha akarsz. Hogyha nem muszáj leölnem minden zombit, vagy nem biztos, hogy be fogok mindenkit támadni. Mert véletlenül elhibázom, és akkor rám ront, vagy túléli a... első támadás volt, akkor nagy baj lesz. Ugye alapban így sétálgatnak éjszaka is, de hogyha észrevesztek, akkor izomból rád futnak. Én nem tudom, láttad-e az évvilágháborút, de hát úgy. Úgyhogy nem baráti. Amikor öt felől futnak feléd az obbik, aztán amúgy is olyat seveznek még, mint az atom. De azért nem sem vagyok hülye, hogy éjszaka nekiállok itt egy csatagolni.
Lopakodok, ugye azért vagyok ilyen lassú, tudom. Ezt nem kell moddanom. Nézd, mi van itt. Most eléggé nem látok zombit, kopogjuk le. Meg ugye lehet, hogy leszerek bizonyos zombit ilyen egy lövéssel, így hogyha van ilyen divics bónuszom, de ez nem biztos. Mármint lehet, hogy több HP-ja van nagyobb zombiknak. Ó, az mindig azt hiszem, hogy hátizsák a small stone volt. Egyébként bocs az orrhangomért, de még mindig meg vagyok fázva, mint a atom. Ó, basszus. Na most meg el... Mondom, most meg elveszítem szem elől, az meg igen jó lesz, ott van a zombi. Mindig így dilemma van, hogy most ezt leszedjem-e. Hogy elmenjünk mellette, elmegyünk mellette. Ott is egy zombi jobbra, ujjjjjjjjjjjjj. Főleg az lesz a baj, hogyha többen futnak rám egyszerre, ujj. De valahogy... Megmondom őszintén, miattatok se akarom azt, hogy kuporogjak a sötétbe a bázison, hanem egy kicsit akkor ólálkodjunk kicsit. Jó, megtréfáljuk gyerekek? Imádkozzatok, hogy meghalljon. Ballak. Ez miért volt, mi volt ilyen hangos? Ja, izé, madár. Hó, hogy a fasz! Bocs, csúlyán beszélt. Ezt meglövöm most. Szarom le. Ó! Ah! Erről beszéltem, gyerekek! Fölkent, basszus, még jó, hogy észrevettem. Nem halt meg egyből. Ez meglepő volt. Na, ez elkezdett volna futni felé, akkor aztán íjazgathattam volna. Akkor elő a gépfegyvert lövöldöd, és minden rám jön. Milyen... Gépfegyvernek gondolom itt a csendben lenne hatása. 1:03 van, gyerekek, még 3 órát kéne kibírni az éjszaka. A francba, hogy ugrálni kell, ez hangot ad. Meg brutál viszi a stabilávat. Na gyerekek, mi a szar van? Merre akarunk eljutni? Hova? Azt a... hol van a hátizsákom? Arra. Melyik hegyet néztem ki magamnak? Ott egy ott egy benzinkút. Imádom a benzinkutakat! Meg egy madár, de szerintem nem vett észre. Ezen át kéne kellene valahogy ezt tovább haladnom, nem? Ott mi van? Úgy gyerekek. Nem egyszerű az élet. Valahogy le kéne jutnom az aljára ennek. Még egy lábtörés az nagyon hiányozna, mi? Jó, így legalább biztos nem bizonyít. Nem kapok hőgutát így éjszaka. Próbálok lecsurogni. Okosba. Megtöltjük a vizet, vizes edényünket akkor, bárha itt vagyunk. Vízbe is lehet zombi. Na, vízes edény megtöltése, 5 darab. Nem megisszuk, hanem ugye majd felforraljuk. Félre rakom. Nem, hogy abba ígyök bele. Ta. Parázok ám. Nem kéne... Ó, itt is a zombi. Nem kéne instant meghalnom. Hülyét csinálom magamból megint. Mondjuk jó, az előző halál az azért eléggé elnézhető volt, nem? Nem volt annyira veszélyes. Úgy csak ne lenne ilyen orrhangom, nem tudom, remélem nem zavar mindenkit. Vagy mindenki talán nem zavar, csak remélem nem zavarja a nézőket. És ott van benne a zombi, látod a vízbe. Úgyhogy ott is lehetnek, és ezek ugye nem úsztak, hanem gyalogolnak elvileg a... Gyalogolnak ugye a alul, tehát te meg így úszol, és akkor nem veszed észre, úgyhogy kell, hogy ott jön egy ilyen mászó zombi. Jó, Isten, sajj.
Mellé, bazd, mellé. Jó, ettől nem annyira tartottam, mert ugye nem tud futni. Szegény. Fákját nem gyújtok, mert akkor ugye megláttak. Bazd, itt ugrott egy zombi eskü. Az mi? Az egy tyúk. Tyúk. Na, még jól jöhet. Mi a fasz? Mi a fasz? Az mi volt? Hú, de hallod, ez egy ilyen kemény zombi lesz. Azt... Sem. Ez mi volt? Ez egy ilyen pók zombi volt, nem? Hagyjunk a picsába innen. Ó! Oh. És gondolom, ilyenkor tapasztaltabbak így... Csinálok magam alá egy ilyen nagy tornyot, fölmászok rá, tök egyszerű. Mert szándékosan nem szeretnék ilyen trükkökkel élni, hanem mint a valóságban, hogy kalandozza az ember egy zombikkal lakott környéken. Csak azt utálom egyébként, hogy hol tudok itt megint fölmenni. És az a baj, hogy fölmész, és pont ott van két zombi, észrevesznek, azt ott van, meghaltál. Ejjjjj. Jó, 2 óra, az a lényeg, hogy kezdje világosodni, akkor már úgy jobban érezzük magunkat majd. Valahol föl kéne menni, nem tudom mennyire tudok itt találni. Ezeket a kanyarokat nem szeresse ilyen szempontból a Keeper. Ezt nem fog fölmászni, mi? Ugye ugrálok tovább csak. A stamina töltés. Gépfegyver a kézben, hogyha valami lesz, akkor adunk nekik. Jó, szombisak vagyunk, meg nem tudunk fölvászni. Mi a szar ez a nagy kanyon itt? Miért kell? Ah, Istenem, komolyan mondom. De nem vagyok boldog. Jaj. Még 2 óra. Bejj. Clay, mondjuk ez egy roppant haszontalan dolog. Mármint olyan szempontból, hogy azért ezt lehet szerezni. Gyerekek, kerülheted meg ezt az egészet. Megőrülök, komolyan mondom. Nem elég bajom van. Nyunk egy vizet. Okay. Kicsit egyébként világosodik, legalább oda tudunk örülni. Igaz, hogy ugye még futni fognak a zombik, de legalább valamit látni. De most őszintén, most tényleg kell kerülnöm az egész hóbele bancot. Jó elvittél, tesó erre. Írtam egyek éjszaknak, ott aztán jó lesz nekem. Egyelőre nem jó. Itt se fog tudni felvászni, akkor megvadulok. De na, itt már elég lapos. Csak felvászik. Másszuk már fel, bassz. Itt kevergek a zombik között be, de erre meg még tuti, hogy ilyenkor már rám fog rontani vagy a zombi, mert nem fog tudni itt felvászni. Megy már! Légy szíves, könyörgöm, megy már fel ezen a rohadt sziklafalon. Tényleg most kerüljen meg az egész hóbele mancat, lehet 5 km távolság. Nem fogok neki állni ásni itt. Izé van, rage-elek mindjárt. Komolyan mondom, még mindig itt is ez a rohadt sziklafal. Már hallod, mióta jövök? Esküszöm, nem hiszem el magam. Hát már legyen már vége! Hát komolyan!
Hát egyre magasabb, te Isten. Itt volt valahol az izé, itt tölt meg a kutya, ugye? Nem, várj, megöltük a kutyát? Meg se öltük a kutyát, basszus, úgyhogy az mennyi jobb buli lesz. Régyelni fogok mindjárt. Nem merek neki árulomásra fut menni, mert biztos, hogy figyelj, itt meg... Nem, ah. Sanyi, baj van. Sanyi, baj van. Jó, leugrott a hülye, jó van. Most már sebződnek a zombik a időtől, az ugrástól, vagy a leeséstől. Régebben ugye nem is sebződtek, az tök szar volt, mert nem tudtál nekik semmilyen olyan, akármilyen mély bármet ástál. Föl se vették, de még itt se tud felvenni, tök jó lesz. Na nézzé, beszarsz bazze. Hogy te hallod? Nem túlzás az egy kicsit? Ugye nekiállok létrát kraftolni, esküszöm, hallod? Jó, elkezdek sétálni. Szarok rá. Ez már őrület. Jó, most fölállva mászkálok, úgy futó zombik között. Én ezt már nem bírom idegekkel. Szerencsét. Pont azon gondolkoztam vissza, hogy kéne mondom valahogy egy illat, csak nem tudom, mert pont elsétál. És még mindig nem érsz ki. Hallod? Nem érsz végig, mindig végig. Hát milyen hosszú ez a rohadt kanyon, hallod? Ha tudtam volna, másik irányba kerülök. Nem hiszed el, még mindig nincs a vége. Nem érdekel, meghallod, komolyan 4 órája gyalogolok erre. Ilyen nem létezhet. Az mi? Itt talán már föl tud menni ez a cselevész sáv. Ott azon a dombocskán talán föl tudunk menni. Hoppa, beakadt. Na nem, teli hold. Na jó, menjünk akkor megint csak. Észak fele? Ja nem, arra van erre, ugye? Zombi. Valahogy meg se lepődök, már meg se ijedek tőle, komolyan volt. Figyelj, arra elsétál, én mögötte elmegyek. A kocsba. Ez nagyon jó a mozgásuk, tök jó. Na. Ott egy Molnár Krisztián zombi szerintem, viszont attól félek, mert azt szerintem sok HP-val rendelkező csávocska. Itt is vannak épületek ám. A kicsit megnyugodtam, legalább ki. Ja, Molnár Krisztián zombi, hagyjuk a picsába. Úrra nem akarok csúnyán beszélni, de hagyjuk a picsába. Ezen a síkságon voltam, vagy felsíkon voltam ezelőtt. Itt evett meg a kutya. Kerültem egy jó nagyot. Ennek a madárnak van olyan hangja, amit hogyha lépegetnének, az tök idegesítő. Amúgy tök... Hoppa. Tök vicces, hogy a szemetesbe van homok. De ha belegondoltok, ilyen dobozba, ami ott van hagyva ugye a sivatagban, mi lenne más, mint gyakorlatilag ilyen nylon zacskó volt, ami nem más, mint ilyen plastik hulladék. Meg még ráadásul homok. Mert ugye mi más? Ugye a homok, ahogy belefújja a szél, meg összegyűlik. Ez tök jó. 3.17, mindjárt gyerekek, már tudunk kizélni.
közlekedni normálisan. Na bocs, az ilyen lopakodós, ezerrel lopakodós dolog van. De higgyétek el, lehet, hogy nektek nem annyira izgi, vagy nem tudom mennyire, de én összefosom magamat, hogy mikor botlok bele így egy zombiba, és mondjuk ezzel kéne menni. Próbálok egy nagyon picit zoomol, így a jövő karakter. Ott az a nagy hely egyébként, ezzel gondolkoztunk, hogy oda letelepedni. Ott meg van egy izé, ott van valami szintén fenségszerű. Ott, mintha lennének valami épületek, ott a nagy hegynek a lábánál. Nagy hegyek lábánál. Mondjuk azok a nagy hegyek, azok vonzóak számomra. Bírnák ott letelepedni. Ott mi az? Épületek? Mi az franc, az kastély, vagy mi az? Frankó egyébként, komolyan. Jó pora az egész. Főleg ilyen fáknál nem látom, hogy ott a zombi, nincs ott a zombi. De már éhes vagyok, bazza. Megyünk. Ezért kell a kajával nagyon. De egyébként az durva, hogy két óránként olyan éhes, mint az atom a karakter. Nekem az egy kicsit sok. Milyen a nagyjuk? Nincsenek ezek? Bányák. Mármint ilyen, nem bánya, hanem ilyen, ú, de jó, figyelj, de ilyen romos ház. Van itt minden, minden bucsiba, tetszik, tök jó. Jó, kell a nap. Imádom, imádom, gyerekek! Mindjárt, izé, mindjárt lehet közlekedni normálisan. Bocs, ez, hogy, de figyeljetek, szerintem annál azért nem volt olyan rossz, hogy eljöttünk, mivel akkor tök jó néz ki oda, és teli oldal ilyen kísértett ház, hülye vagy? Akkor azt forróltak egy oldalt, tehát te sok. Keresztbe megy a kígyó, izé. Gurul! Szerintem mi az a nagy lik? Az what the fuck? Tudod, valami világ itt be. Esküszöm, gyerekek. De hogy tudok lejutni? Lépcső, 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 valami bejárat, meg ott föld, figyeld el, hallod. Ez még nekem is jó lenne izének, nem? Hú, de. Hallod, tiszta zombi lent, nagyon jó. Az jó lenne nekem bázisnak, nem? Figyeld el. Mi van ott? Megint összefosom magam. Na gyerekek! Mindjárt nem futnak a zombik. Arra gondoltam, hogy következő részben megpróbálnánk oda bejutni. Nem tudom, hogy fog sikerülni. Várjunk, menjünk ide följebb, azt nézzük már meg jobban. Jó, most már nem fognak futni, ugye elvileg 4 órától nem futnak a zombik, úgyhogy az baráti. Oh, hú, ez mi a szar? És ott az már fenék? Az a feneke, aha. De viszont ott is valami létre van. Ott van valami épület, a benzinkút, imádom a benzinkutakat. És ott van valami, fölötte van valami épület. Valami víz, ez valami erőmű, vagy? Jassz van ez. Minden esetre tetszik. Ó, és ott van megint valami nagy épület. Ott is van benzinkút, vagy mi? Ó, hallod-e? Az nem rossz. Ott is benzinkút, ugye? Az meg baj lesz. Jó, gyerekek, figyelj! Az a lényeg, hogy szerintem megkerülöm, azt megpróbálok lecsurogni valahogy. Köszönöm szépen a figyelmet, ide folytatjuk a következő részet. Valami dolog, titkos rész feltárás lesz. Na, szevasztok! Csácsumi csötésztá!